Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, egy sikeres pályázaton egy nagyobb összegű támogatást nyert a Kátai Gábor Kórház újszülött részlege. A témával kapcsolatban Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége dr. Farkas Béla, a Kátai Gábor Kórház megbízott orvosigazgatója. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Farkas Béla, a Kátai Gábor Kórház megbízott orvosigazgatója, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Tány Kában csoport írta ki a pályázatot 2016-ban. A fő cél a gyermekek egészségének a támogatása. A pályázat összértéke 9 millió forint volt, egyénenként maximálisan 350 ezer forintra lehetett pályázni. Ezen pályázat keretében írtuk meg a szülészetnőgyógyászati osztály újszülött részlegének a pályázatát, amelyben olyan mindennapos ellátás során nélkülözhetetlen eszközökre pályáztunk, ami egy nagyobb pályázati kiírásban nem fért bele, kimaradt belőle. Ilyen, mint egy nyákszívó, motoros nyákszívó, egy pulzoximéter, amivel pontosan lehet észlelni az újszülöttnek az oxigénellátottságát, és jelez, hogyha azzal valami gond vagy probléma lenne. Germicid lámpa, ugye a besárgult újszülötteknek a gyógykezelésében nélkülözhetetlen, egy pólyázó asztal, illetve mellszívó készülék, ami a anyateljes táplálás segítéséhez nélkülözhetetlen az osztályunkon. Ezek az eszközök vannak egyébként? Tehát vannak ilyen eszközök az újszülött részlegen? Vannak, részben régiek elavultak, másrészt meg kevés, és pótlásuk szükséges. De mondom, ez gyakorlatilag minden nap használjuk ezeket az eszközöket, és ezért fontos, hogy legyenek. Akkor beszéljünk arról, hogy hogyan született meg a kórház pályázata, hogyan állították össze, kik vettek ebben részt. Az újszülött osztály dolgozói vettek részt ebben, ugyanis amikor a pályázatra felhívta a figyelmemet a főigazgatónő, átolvastam, és akkor kértem a Balázsné Juditkát, az újszülött részleg vezetőjét, hogy írja össze azokat a műszereket, amire szükségünk lenne. Kérdeztem tőle, hogy ez jelente jelentős problémát. Hú, azt mondja, nem, nagyon sokat tud írni, és kérdezte, hogy milyen értékben, és akkor mondtam, hogy hát 350 ezer forintra lehet pályázni, de nagyobb értékben szedje össze a műszereket, úgyhogy a műszer beszerzését egy cégnél végeztük, aki ráadásul 15% engedményt adott, úgyhogy a maximális keretet kihasználva, sőt azon fölül 15%-os értékben sikerült ezeket a műszereket beszerezni. A pályázatban bemutattuk, hogy osztályunkon évente 700 szülés van, 700 újszülött ellátásáról kell gondoskodni, azoknak az adaptációjáról, ugye a születést követően át kell állniuk a méhen belüli életről, ahol magzatvízben úszkálva, köldökzsinóron lebegve, és azon keresztül kapják a tápanyagot, és a vérkeringés úgy történik, ugye az első légvétellel, a köldökzsinór átvágásával teljesen más világ nyílik meg az újszülöttek számára, megnyílnak a tüdőalveolusok, és akkor a légzés biztosítja az oxigén ellátást, és a méhen belüli életről, a külvilág életre való átállást nevezzük ugye adaptációnak, ennek az adaptációnak a
zavarainak a figyelése és a megfelelő úton történő nyomonkövetéséhez nélkülözhetetlenek ezek a műszerek. A pályázat időben elkészült, beadtuk. Egyébként 117-en pályáztak az országba. Az első körben a KNH egy szakmai zsűrit kért föl, és a szakmai zsűri javaslata alapján engedte tovább a pályázatokat. Gyakorlatilag nem tudom milyen mértékben, de jelentősen beszűkítette a pályázók körét, és területekre osztották fel az országot. A mi területünkön 3 pályázót javasolta a szakmai zsűri a továbbjutásra: a Szolnoki Hetényi Géza Kórházat, a Jászberényi Kórházat és a Kátai Gábor Kórházat. És a pályázat nyertesének eldöntésére a területükön élő emberek szavazataira bízta a sorsot. Kétféleképpen lehetett szavazni, egyrészt a bankfiókokban megjelentek voksolhattak, másrészt pedig az interneten keresztül a Facebook oldalára regisztrációval 24 órán belül csak egy szavazatot lehetett leadni, és gyakorlatilag a legkisebb település nyerte a területünkön, megelőzve a Szolnoki Hetényi Géza Kórházat és a Jászberényi Kórházat. A Karcagi Kórház mintegy 9000 szavazattal nyerte meg a területünkön ezt a pályázatot, melyet ezúton is nagyon szépen köszönök a minket támogató szavazataikat leadó nézőknek. Akkor el lehet mondani, hogy nagy volt az összefogás, lehet igen, így mondani. Igen, igen. Tehát végül is ez egy ilyen, egyrészt az anyagi támogatás, másrészt egy erkölcsi értéke van, hogy egy családias, összetartó emberek vesznek minket közbe, akik nem sajnálták idejüket és energiájukat arra, hogy a szavazatukkal hozzájuttassanak minket ehhez a nyereményhez. Azt mondta, hogy az első körben egy szakmai zsűri, egy szakmai bizottság engedte tovább a pályázatok egy részét. Ön szerint mi volt a Karcagi Kórház pályázatában az a plusz, ami miatt tovább mehetett? A gyakorlatiasság. Tehát olyan műszereket pályáztunk, ami tényleg elengedhetetlen és nélkülözhetetlen a mindennapos ellátás során, és a gyermekegészségügybe, az induláshoz, az élet kezdetéhez egy nagyon kedvező feltételeket tud biztosítani. Láthattunk fotót is az átadásról, vagy a pályázat eredményhirdetéséről. Hol történt ez, mikor történt, mi történt egészen pontosan ezen az átadón? Igen, április 13-án, Héhalmon. Amikor megjött a meghívó, az volt az első, hogy Google beütni, hogy hol van Héhalom. Hát ez 60 fölött van, egy kis település, egy mentőállomás, egy újonnan kialakított mentőállomás, egy régi családi házat vásárolt meg a mentőállomásnak az ottani közösség, és ők is pályáztak a mentés során a gyermekek ellátásához szükséges műszerekre, és nagyon sok szavazatot kaptak, többet kaptak, mint egy nagy mentőállomás. Ott egy valóban egy kis baráti, családi környezetben történt a díj átadása, átvétele. Mit lehet tudnunk arról, hogy ezt az összeget, ezt a 350 ezer forintot meddig költhetik el, vagy már ez megtörtént ezeknek az eszközöknek a beszerzése? A pályázatban már ez le lett fixálva, a beszerzés, az árajánlat, és gyakorlatilag ma délután fogjuk ezt megkapni. Milyen felszereltségű egyébként, gondolom azért járnak úgymond társkórházakba, ugye a Karcagi az egy kiemelt kórház, hogyan látja, hogy a Karcagi újszülött osztály milyen felszereltségű? Jó felszereltségű, több inkubátorral is rendelkezünk, és a szülőszoba is úgy van kialakítva, hogy a
két-két szülészeti box között helyezkedik el az újszülött ellátó box, ami közvetlen a császár meccést végző műtő mellette helyezkedik el, ahol minden feltétel adott az akut újszülött ellátásra, újraélesztéshez, a rutin ellátástól kezdve mindenhez. Mi a következő pályázatunkat esetleg majd érinteni fogja, van egy ilyen túlnyomásos lélegeztető készülék, ami viszonylag egy nagyon egyszerű, egy pár víz centiméteres nyomással túlnyomást kell biztosítani a tüdőnek, ugye egy újszülött tüdejének, ami akkor a születéskor megnyílik, és az alveolusok összeessenek, mert van egy anyag a szőrfaktán, ami a felületi feszültséget biztosítja, amikor kinyílnak ezek a kis hólyagocskák, és ez nem koraszülöttek esetén nem adott, és ilyenkor egy túlnyomást kell biztosítani, és ez a lélegeztető készülékünk romlott el az elmúlt időszakban, úgyhogy ennek a cseréje válik szükségessé, hogyha legközelebb egy ilyen készülékre fogunk pályázni, de ettől függetlenül nagyon jó a műszeres ellátásunk. Sűrűn vannak, vagy sűrűn jelennek meg ilyen pályázatok? Hát a KNTH gyógyvarázs pályázat az évente megjelenik. Egyébként figyelmesen kell nézni a pályázatokat, és akkor talál az ember ilyen lehetőségeket. Most elmondta, hogy erre az eszközre még szükség van. Mi az, ami még jó lenne, hogyha lenne ezen a részlegen, vagy ebben a részlegben? Na most ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. Mindig van olyan eszköz, ami elavult és újra cserélésre szükséges. Én szeretnénk egy olyan videórendszert kialakítani, ami egy ilyen babafigyelő rendszer lenne, de hát ez egy hosszabb távú elképzelés. Hamarosan a születés hete fog eljönni. Ez mikor lesz egészen pontosan, és mire készülnek a Kátai Gábor Kórházban? Május 8-ai héten lesz a születés hete, és arra készülünk, hogy egy szakdolgozói konferenciát rendeznénk a kórházban, amelyen a Kátai Gábor Kórház szülészetnőgyógyászati osztálya mintegy bemutatkozna a születéshete alkalmából. Elmondanánk azt, hogy milyenek az eredményeink, a 2016-os év statisztikai eredményei, amelyek közül kiemelkedik az, hogy a császármetszés frekvenciáját 25% alá sikerült szorítani, és ez egy örvendetes tény, hogy a területünkön egyre többen a spontán hüvei szülés mellett kardoskodnak, és azt szeretnék, hogyha úgy szülnének. Másrészt bemutatnánk az osztálynak a fejlődését. A rekonstrukciók során ugye annak idején teljesen vázára volt bontva ez a kórház, és hogyan épült föl, és hogyan alakítottuk ki, és milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Ilyen az ultrahangvizsgálat, szűrővizsgálatok, amiket nagyon magas szinten tudtuk fejleszteni. Szükség volt rá, én azt mondom, mindig egy jó ultrahangvizsgálathoz két fej szükséges. Az egyik az ultrahangkészüléknek a feje, annak a minőségenek kell olyannak lenni, hogy a felbontó képessége az szinte határtalan legyen, és ma már a modern képalkotó eljárásokkal, CT-MRI-vel szinte vetekedjen. A másik fej az is nagyon fontos, az meg a vizsgálónak a feje szükséges, hogy értsen ezzel a készülékkel, tudjon dolgozni, lássa azt, hogy mit kell megnézni, és mit kell látni, mit kell észrevenni. Erről a szonográfusunk tart majd egy előadást. Akkor új módszer a fájdalommentes szülésnek a bevezetése, már harmadik éve megy az osztályunkon, az epidurál érzéstelenítés. Erről az egyik szülésznőnk beszél, hogy szülésznői szemmel hogyan látja ezt az érzéstelenítést. Ő egyébként a szülésznői iskolában a szakdolgozatát ebből írta.
akkor bemutatjuk a babaváró nyílt napunkat, ami elég sikeres. Minden hónap első kedjén 1 órakor tartjuk, és akik ott részt vesznek, azok nagy-nagy örömmel mennek haza, és feltöltődéssel, hogy milyen jó volt, mert most már látjuk azt, hogy hová megyünk, és mi történik, és mit fognak csinálni meg velünk, és hol fogunk szülni, hol fogunk aludni, mosakodni, stb., és mit kell behozni, mit kell hazavinni. Nagyon szerencsés ez a évek óta meglévő kezdeményezésünk, és nem utolsó sorban ugye az újszülöttel, hogyha megszületik, akkor mi a teendő? Egyrészt odabent az újszülött osztályon, másrészt pedig, hogyha hazaviszik, és természetesen felhívnánk a szoptatás jelentőségére is a figyelmet. Azt mondta a beszélgetésünk előtt, hogy egy workshopon voltak a közelmúltban, ugye nagyon fontos az, hogy továbbképzésekre járjanak, új eljárásokat sajátítsanak el. Mi az, ami most itt elindul, vagy elindult a karcagi kórházban, és nem nagyon van itt a környéken olyan vizsgálatra, vagy módszerre lehetőség? Hát a szűrővizsgálatok jelentősége az nagyon-nagyon fontos. Mindenki úgy vállal egy terhességet, egy várandóságot, hogy egy egészséges újszülöttnek szeretne életet adni. És a technika fejlődése az robbanásszerűen megy a szakmánkba is, és a jobbnál jobb ultran készülékek látnak napvilágot. Gyakorlatilag 4-5 év alatt elamortizálódik egy készülék, és annál egy jobb jön. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a 12 hetes ultrahang szűrő vizsgálatnál mindig a Down-szindróma szűrésről beszéltünk, hogy az milyen jelentőségű, holott ennél 4-szer gyakoribb a magzati szívfejlődési rendellenségeknek az előfordulása. Csak két dolog is gátolta ennek a fejlődési rendelségnek a szűrését. Egyrészt az olyan minőségű ultrahang készülék, amivel ezt megfelelő felbontó képességgel és kololdoprális áramlási móddal, tehát megszínezve a vér áramlását bizonyos irányokba, pirossal, illetve kékkel, illetve tetszőleges szín hozzáadásával nyomon lehet követni a szívnek a különböző fejlődési rendelségeit. Ugye jól tudjuk, hogy 4 üregű az emberi felnőtt szív, illetve az újszülött szíve is, 2 kamra, 2 pitval, közöttük áramlások vannak, és nagy erek futnak be, és nagy erek erednek ebből a szerből, és ez, amikor vizsgáljuk 18 hetesen, ez 2 cm nagyságú. Tehát az arányokat, hogyha vesszük, és akkor egy 2 cm nagyságú szívvel, milliméter nagyságrendű söntök lehetségesek. A pitvarok között normál körülmények között is egy átjárhatóság van. A kamrák között nem szabad, hogy átjárhatóság legyen, de pici lukak is előfordulnak, amik gyakorlatilag spontán záródhatnak a születést követően is, de a nagyobb fejlődési rendességek azok mindenféleképpen megoldást igényelnek. Egy ilyen szív, magzati szív ultrahang vizsgálatának a 3 napos képzésén vettünk részt 3-an is a karcagi kórházból, ami bizony elég komoly, az országban a legjobb szakemberek által tartott előadások, rengeteg képanyaggal és élő bemutatókkal, és tarkított továbbképzés volt, ahol mi is gyakorolhattuk a vizsgálatokat például. Eddig is végeztük ezt a vizsgálatokat, de most nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy egységbe foglalva 3 napon keresztül gyakorlatilag az összes létező szívfejlődési rendelséget át tudtuk tanulmányozni, és rendszerbe tudtuk helyezni magunkba, és ezt végezzük is itt a Karcagi Kátai Gábor Kórház Szülészeti Ultrahang Diagnosztika Központjában. Ami még forradalmasítja és a jelentőségét növeli, mert mi van akkor, hogyha kiszűrünk egy szívfejlődési rendellenséges 18 hetes magzatot, akkor
nagyon kevés olyan specialista gyerekkardiológus van az országban, aki pontosan meg fogja tudni állapítani, hogy mi a pontos diagnózis és mi a pontos kilátása. Operálható, nem operálható. Mint ahogy a diagnosztika fejlődött, ugye a szívsebészet, az újszülött szívsebészet is nagyon-nagyon nagy mértékben fejlődött az elmúlt években. Nagyon sok szívfejlődési rendellenességet meg lehet operálni. A múlt évben volt egy olyan esetünk, ahol nagyértranszpozícióról, izolált nagyértranszpozíciót szűrtünk ki, ami ugye azt jelenti, hogy az aorta és az arteria pulmonalis nem ugyanabból a kamrából ered, hanem fölcserélődtek. Ugye az egyik a jobb kamra, a másik a bal kamrából kellene, hogy eredjen. És ennek tudatában Budapesten zajlott le a szülés, és a szülést követően megoperálták az újszülöttet, gyakorlatilag a két eret visszacserélték az eredeti helyére, és azóta is él, és egészséges az az újszülött. Tehát manapság már az a követendő, ami jó pár évvel ezelőtt volt, hogy hú, beteg, és akkor felajánlják esetleg a várandóság megszakítását, hanem utána el kell menni genetikushoz, aki rendelkezik azzal a mindennapos tudással, hogy operálható, nem operálható, illetve bevonják azokat a szakterületeket a gyermeksebész, gyermekkardiológus, és közösen döntenek genetikussal együtt, hogy mi az ajánlott út, hogy mit lehet elvégezni, ugyanis ezekből az újszülöttekből akár élsportoló is lehet. Tehát olyan jól tudják, igen, jobban segíteni. Én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk erre a beszélgetésre. Gratulálunk az elnyert támogatáshoz, és még több sikeres pályázatot kívánunk Önöknek. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőim, már a megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőnket, Domos László polgármester úr, a Szent Annai Középiskola udvarán beszélgetünk, hiszen itt indul egy beruházás. Mi is ez pontosan? Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket. Megkezdődött a műfűes nagypálya kialakítása. Ez egy kiemelt beruházás a városnak ebben az esztendőben, és látható módon valóban a földmunkálatokkal elkezdődött a beavatkozás. A pálya maga a Szent Annai Sámuel mezőgazdasági szakközépiskola és gimnázium területén helyezkedik el, és egy régi tervünk válhat valóra, hogyha ez a pálya elkészül. Milyen forrásból valósul ez meg? Az MLS-nek van egy olyan programja, aminek keretében lehetett pályázni a forrásra. Egyfelől tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával, egyfelől önerőből készül ez a műfüves nagypálya. Körülbelül mikorra várható, hogy elkészül? A Strabag készíti, és a 60 nap, tehát két hónap, két és fél hónap alatt nagy valószínűséggel átadásra kerül. Az előbb említette, hogy a középiskola udvarán van, de a félmondatban arra következtettem, hogy városi feladatokat is el fog látni. Természetesen, hát a város vezetése nagyon régóta minden eszközt, lehetőséget megragad arra, hogy a sportolási lehetőségeket a lehető legjobb körülmények között rendezhessék, és ebben a programban tartozik ez a pálya is, hiszen ez nem csak sport, a versenysportot fogja kiszolgálni, hanem az iskola területén található pálya az természetesen az oktatásban is be fog segíteni, és a tömegsportnak is óriási jelentősége van ebben a városban. Esetleg várható-e még, hogy a város más területén is lesz hasonló pálya?
Hát várható természetesen, tehát az a célunk, hogy a lehető legjobb körülményeket alakítsuk ki a sportolni vágyóknak, és az az örömteli tapasztalat, hogy nagyon sokan valóban élnek is ezzel a lehetőséggel. Hát ha más nem mondok, csak a labdarúgó szakosztályban több mint 180 igazolt versenyző van. Tehát ezeket az igényeket, az edzés lehetőségeket ki kell tudni elégíteni. Az is egy nyílt titok, hogy a város az utánpótlás nevelésre helyezi a hangsúlyt. Ezért is van ilyen nagyon sok számú fiatal versenyzőnk, ami végtelenül örömteli dolog. Tehát amellett, hogy egyrészt támogatjuk a versenysportot és inspirálunk mindenkit arra, minden versenyzőt, hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el, és buzdítunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a legkülönbözőbb tömegsportrendezvényeken, a fő csapásvonal mégis az utánpótlás nevelés. Ahhoz, hogy ez jól működjön és kivitelezhető legyen, természetesen pályák kellenek. Így aztán megragadtuk ezt a kínálkozó lehetőséget, hogy egy ilyen műfőes nagypálya kerüljön kialakításra, ami a környéken egyedi, hiszen 60 kilométeres körzetben nem található egy ilyen. És ezt nem csak a karcagiak használhatják, hanem nyilvánvalóan egy régiós utánpótlás központ is vagyunk, tehát a környékbeli fiatalok is részesei lehetnek ennek a pályának a örömeiben, de akár edzőtáborokat lehet szervezni, akár bérbe lehet adni különböző bajnoki mérkőzésekre, ha olyan az időjárás, hogy egy más településre nem rendezhető meg a labdarúgó mérkőzés, tehát ezerféle felhasználási lehetősége lesz ennek a pályának. Akkor nyáron ezt már birtokba is vehetik a labdarúgó rajongók és a labdát kergetők is. Köszönjük szépen! Hát remélem, hogy így lesz. Természetesen még egyéb más olyan munkálatokat is el kell végezni a későbbiekben, ami még színvonalasabbá teszi ezt a pályát, tehát itt öltözőt kell építeni, nyilvánvalóan egy járda szakaszt ki kell alakítani, a villanyvilágítást meg kell oldani, labdafogóhálókat el kell készíteni, folyamatosan odafigyelünk erre, és reméljük, hogy a lehető legrövidebb időn belül az meg fog valósulni. Köszöntöm nézőnket, a Déri-Né Kulturális Központban hamarosan kezdődik a Karcagi Szakképzési Centrumnak egy konferenciája. Erről beszélgetünk Pardi Sándorral, a főigazgatóval. Mi is ez a konferencia, és kiket hívtak meg? Az induláskor elterveztük már 2015-ben, hogy szeretnénk hagyomány jelleggel indítani egy olyan konferenciát, ahol visszatekintünk, illetve előre nézünk, hogy milyen problémákat találtunk, mivel kell küzdenünk, illetve milyen megoldásokat javasolnak akár a szakmai irányító, akár a vállalkozók, amivel jobbá tudjuk tenni a szakképzést. A mai konferencián azért több helyről érkeznek előadók, hogyan válogatták őket össze? Elterveztük 2015 alakuláskor, hogy Karcagi Centrummal, Karcagi rendezéssel szeretnénk egy olyan konferenciát, amelyen visszatekintés, hogy mit végeztünk, milyen munkát végeztünk eddig, illetve a vállalkozók és a szakmai irányítók részéről, hogy mi az elvárás, és annak megfelelően hogyan tudjuk ezt megvalósítani a térségben. Itt érkeznek minisztériumtól és különböző olyan szervezetektől, amelyek azért előremutatást is adnak a szakképzést, illetve de most hogyan látják, hiszen a beiskolázás azért már egészen elindul, de mennyire van jövője annak, hogy új szakmák induljanak, vagy mennyire kell korszerűsíteni meglévő szakmákat? Én úgy gondolom, hogy az OKI változás szinte napirenden majd folyamatos lesz, mert olyan gyors a technikai fejlődés, hogy ennek függvényében akár a munkaadó részéről fontos a változtatás. Mindig igazodnunk kell az alkalmazott éppen aktuális szakmakereslethez, és nekünk, mint képzőintézménynek alkalmazkodnunk kell. Szoktam volt azt mondani, hogy tulajdonképpen nekünk szolgáltatunk a szülő, a diák és a munkaadók felé, és ezt szeretnénk megvalósítani. Korábban beszéltünk arról, hogy a centrumon belül a önökhöz tartozó iskolákba próbálják a párhuzamosságot megszüntetni, és mindenhol azt a szakmát biztosítani, ahol legjobbak a feltételek. Az idei szakképzés indításánál erre volt már lehetőség, vagy azért ez még az elején tart? Én úgy gondolom, az elején tart, nagyon szeretnénk ezt megvalósítani, és ahol legjobbak a feltételek, amit kérdésbe is feltetszett tenni, azt kell erősítenünk, és ahol nincsenek meg a feltételek, azt meg gyengítenünk kell. Ez viszont egész struktúrát át kell helyi szinten is alakítanunk, illetve a kollégákkal kell megértetnünk azt, hogy ha nincs kellő számú jelentkező, akkor nem tudjuk azt a szakmát folytatni, már az elméleti képzést. Melyek most a centrumon belül a legnépszerűbb szakmák?
még mindig jelen esetben a vendéglátás pincérszakács, ami nagyon népszerű, a heggesztő szakma, illetve amire nem találunk, a megmondom őszintén, az ács és a könyves szakmára nehezebben találunk jelentkezőket. Valamiért nem vonza a fiatalokat, pedig azt gondolom szükség van rájuk is, mert idősödnek az a korosztály, aki még ebben a szakmában tevékenykedik. Melyek azok a hiány szakmák, amelyeket választók esetleg plusz ösztöndíjat is kaphatnak, tehát ez is ösztönözné őket arra, hogy ezt tanulják. 20 támogatott szakma van a megyébe, és vannak olyan szakmák, amelyik tulajdonképpen nem tudják támogatni, illetve nem támogatott, de jellemzően az, a diákok nagy része azt a szakmát választja, amelyik valamilyen támogatást is kap. Hozzá kell tenni, hogy a munkadó részül, vagy a foglalkoztató részül is van lehetőség ösztöndíjra, tehát hogyha a munkadó úgy gondolja, hogy szükség van arra a szakemberre, vagy leendő szakemberre, akkor tudja ösztönözni egy kis ösztöndíja. Akkor reméljük, hogy sok új információt hallanak ma a kollégák, hasznos tanácskozást kívánunk. Köszönöm szépen, és bízom benne, hogy hasznos lesz a mai nap. Hogyan látja, mióta a szakképzési centrum van, mennyivel lett jobb a városnak a képzési feltétele? Én úgy gondolom, hogy a szakképzési centrum létrejötte mindenképpen segítség a szakképzés jó irányba való terelésének és a megfelelő úton való haladásának, hiszen nagyon fontos, hogy a szakképzés az megtervezett legyen, jól előkészített legyen, és olyan szakmákat képezzünk, amik aztán a piacon keresettek is. Nagyon fontos, hogy a jó szakik hagyománya tovább vivődjön, és a mesteremberek tényleg mesteremberek legyenek, hiszen rájuk nagyon nagy szükség van. Nem mindegy, hogy milyen szakmát választ valaki, fontos, hogy megfelelő legyen az neki, szeresse a szakmát, hiszen csak így fog tudni kiteljesedni benne. Nagyon nagy a felelősségünk, hiszen egy útravalót kell a fiataloknak adni, amiből egész életükben dolgoznak majd, és ebben benne kell lennie mindennek, a szaktudásnak, a kitartásnak, a pontosságnak, a munkaszeretetének, a szakmaszeretetének, és elsősorban a szakma magas színvonalú ismerésének, és annak az igénynek is, hogy bizony fejlessze, képezze magát, hiszen csak így fog tudni ebben a változó világban mindig piacképes maradni. Hát azt gondolom az, hogy már két szakma megszerzése is ingyenes, az is arra sarkalja a fiatalokat, hogy több lábon álljanak. Így van, ez nagyon fontos, hiszen egy szakmával manapság már nem nagyon lehet elhelyezkedni, illetve hogyha elhelyezkedik, és az ember rögtön ott van az igénye annak a másik bizonyos szakmának, viszont én azt szoktam mondani, hogy a ló másik oldalára sem kell átesni, az sem, hogyha valaki ész nélkül gyűjtögeti a bizonyítványát, hiszen előbb-utóbb túlképzett lesz. A munkavilágából viszont kiesik. Én úgy gondolom, hogy nekünk ezt az utat meg kell mutatni a fiataloknak, melyek azok a területek, ahol érdemes, ahol kell is magukat képezni, és találják meg azt az egészséges arányt, ami a munka és a tanulás világa között fontos, hogy meglegyen. Azt gondolom, a mai konferenciához is tanácsokat ad a tanító kollégáknak. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Cselesnyés Péterrel beszélgetünk arról, hogy a minisztérium számára miért fontosak az ilyen szakképzéssel kapcsolatos konferenciák, miben tudnak itt segítséget nyújtani az oktatási intézményeknek. Minden olyan beszélgetés, minden olyan konferencia, minden olyan tanácskozás fontos számunkra, ahol a szakképzésről beszélünk, ahol a szakképzésről van szó, hisz a jövő munkaereje a szakképzésben képződik. Azok a fiatalok, akik szakképzésbe kezdik el, vagy folytatják tanulmányaikat, lesznek a jövő szakemberei, azok a szakemberek, akiknek az iparban nagy szükség van, akik majd el fognak helyezkedni a munkahelyeken, hisz mindenki nagyon jól tudja, hogy komoly eredményeket értünk el a foglalkoztatás területén. Jelentős számú a dolgozók száma Magyarországon, közel 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, és óriási igény van további foglalkoztatásra, óriási igény van azokra az emberekre, akik akarnak dolgozni, és akik tudnak dolgozni. Csak úgy megy ez, csak úgy sikerül ezeket az igényeket kielégíteni, hogyha a szakképzésünk, az iskolarendszerű szakképzés is, és a felnőtt képzés is igazodik ezekhez az igényekhez. Ezért tulajdonképpen együttműködve a cégekkel, a munkaadókkal kell kialakítani azokat a képzési formákat, azokat az elvárásokat, azokat az elvárt tudásokat, amelyet a későbbiekben a leendő szakmunkások, a mostani fiatalok, vagy éppen a felnőttek, akik felnőtt képzésbe átképzik magukat, meg tudnak maguknak szerezni. Ezért fontos egy-egy ilyen tanácskozás, mert ezeken a beszélgetéseken tűzzük ki magunk elé a célokat, beszéljük meg azokat a gyakorlatokat, azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket az ország egyik-másik területén unikumként, egyedi jelenségként, tudásként tudnak használni.
és gondolom, hogy azért itt elhangzanak azok a problémák is, amelyek éppen a párhuzamos képzésből adódnak, vagy éppen a hiány szakmákból, tehát ön tudja továbbvinni ezeket a kormány felé. Természetesen minden olyan probléma, ami felvetődik, az rögzítésre kerül, és ezeket meg kell oldani, hisz tudjuk nagyon jól, hogy egy jelentős átalakulásban van a szakképzés ma Magyarországon. A szakképzés rendszere folyamatosan alakul, és egy nagyon nagy lépést tettünk az elmúlt évben a szakképzés átalakítása területén, és annak ellenére, hogy nagyon-nagyon jó irányba megy a szakképzés, vannak olyan problémák, amelyeket meg kell oldani. Egy-egy ilyen konferencia arra is jó, hogy ezeket a problémákat felvetve a megoldás. Tudjuk utána törni a fejünket. Akkor én hasznos tanácskozást kívánok önnek. Én is ugyanezt kívánom minden résztvevőnek majd a köszöntőmben, hisz ez a cél, az a cél, hogy a szakemberek le tudjanak ülni, egymással beszélgetni, és ezeket a problémákat, vagy éppen a jó gyakorlatokat egymással meg ki tudják cserélni a probléma megoldása érdekében, vagy a jó gyakorlatoknak az elsajátítása érdekében. Pölöskei Gábornéval beszélgettünk, aki a minisztériumból szakképzési államtitkárként érkezett, és arról fogunk önnel is beszélgetni, hogy kérdeztük itt az előbb is, hogy mennyiben tudnak segíteni az ilyen konferenciák a problémák felvetésében, megbeszélésében. Ezek a konferenciák nagyon jók ahhoz, hogy részben a partneri kapcsolatok erősödhetnek, hiszen a szakképzés az egy nagyon összetett rendszer, ami azt jelenti, hogy nem csak iskolák között, hanem fenntartók között és iskolák és gazdálkodók között is vannak kapcsolatok. Az ilyen konferenciák, a beszélgetések, különösen a szünetben, amik vannak, azok nagyon sokat segítenek azon, hogy a munkakapcsolatok azok gördülékenyen menjenek. A másik egy jó lehetőség az állami vezetés részéről, hogy azokat az irányokat, stratégiákat el tudjuk mondani, hogy mit miért teszünk. Egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy elmondjuk a szándékainkat, és az összefüggéseket is talán jobban rá tudunk világítani az összefüggésekre. Az első kézből érkezett információ az mindig sokkal jobb, mint hogyha valahonnan olvastam róla, és akkor itt rögtön van esetleg kérdés-válasz, tehát sokkal jobban elmélyülnek ezek az ismeretek, vagy új dolgok is. Igen, teljesen egyetértek vele, és én nagyon szeretem, hogyha kérdéseket tesznek fel az előadások után, vagy konkrétan az én előadásom után, mert akkor jobban lehet azt látni, hogy mi az, amire jobban kell figyelnünk, mi az, amilyen információ esetleg nem jutott el hozzánk, vagy esetleg nem úgy mondtuk, vagy nem úgy hangsúlyoztuk azokat az összefüggéseket, amelyekre viszont kíváncsiak az érintettek, már pedig a rendszerben, akik benne vannak, ők végzik el a feladatot, úgyhogy pontos információkra van szükségük, és a konferencia ebbe sokat segíthet. Az elmúlt években azért sokat segítettek a felnőtt képzésen is, egyszerűsödött, sok minden ingyenes lett, tehát azt gondolom, hogy aki szeretne tanulni, az ma tud. Igen, a felnőtt képzés az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy dinamikussá tegye a szakképzést. Ugye az iskolától azért azt nem lehet elvárni azt a dinamikát, hiszen a gyerekeket, hogyha beiratjuk, akkor vagy 3 éves, 4 éves, 5 éves képzésben vesznek részt. És hát vannak dolgok, amit igenis el lehet várni az iskolától, de maga az, hogy nagyon gyorsan reagáljon a piac elvárásaira, azt nem. Az, hogy adjon olyan kompetenciákat, amelyek kellenek ahhoz, hogy majd a felnőtt képzésnél akár rá lehessen építeni az új dolgokat, az el lehet várni az iskolától. A felnőtt képzés egy jó lehetőség, hogy azt a dinamikus oktatást meg tudjuk valósítani, amit a piac vár, ami a vállalati igények, hiszen ezek 3-4-5 hónapos képzések, és ez így a két rendszernek az összekapcsolásával lehet igazából a szakképzést jól az elvárásoknak megfelelően szervezni, azt gondolom. Én hasznos tanácskozást, és akkor sok-sok kérdést kívánok önnek, hiszen ahogy mondta, akkor ez a legfontosabb. Igen, nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm a mai tanácskozás valamennyi kedves résztvevőjét. Ugye nem tudtam az elejétől részt venni a programon, de így is hasznos és tanulságos volt az a sokféle, de mégis gyakorlatias megközelítés mód, ami az elhangzottak kapcsán tükrözi, hogy igenis a szakképzés pontos, gyakorlatiasnak kell lennie, korszerűnek kell lennie, és olyan képzettséget kell adni, amivel a végzős diákok el tudnak helyezkedni, sőt arra rá tudnak építeni majd későbbi képzéseket is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, éppen egy országos tanulmányi versenynek az eredmény hirdetéséről, Kenderesről jöttem. Ott a mezőgazdasági gépész szakmának volt egy megmérettetése, és hát nyilván ezek a képzések összefüggenek, hiszen mindegyik a termelést, a gazdasági fejlődést szolgálja. És ilyenkor mindig el is hangzik az, hogy fejlett ország, fejlett iparú mezőgazdasággal, kereskedelemmel rendelkező ország az nem lehet korszerű tudást adó szakképzés nélkül. De az is igaz, hogy egy erős gazdaság kell ahhoz, hogy a képzés megfelelő személyi, technikai, anyagi háttérre támaszkodjon. Az jól látható, hogy a magyar mezőgazdaság az elmúlt években egy komoly fejlődési pályára tudott állni. Ide kívánkozik egy szám, 2010 óta a mezőgazdaság kibocsátása másfélszeresére nőtt, mindössze 6 év alatt, ez egyenesen példanélkül a magyar gazdaság történetben. Jelenleg mintegy 120 országba exportálunk, vannak olyan adatok, hogy a termékeink 160 országba jutnak el, minőségi élelmiszereket, GMO-mentes, egészséges, természetes élelmiszereket. És a gazdasági növekedésnek is az egyik fő motorja volt a magyar mezőgazdaság, ezért mindenképpen elismerés illeti a termelőket, földműveseket és a mezőgazdaság különböző területein dolgozókat egyaránt. Hozzátéve az, hogy a szakképzettek aránya 15-20% körüli lehet a mezőgazdaságban. Tehát annak ellenére, hogy ilyen kevesen rendelkeznek szakirányú végzettséggel, az ágazat az ütemesen fejlődött az elmúlt években. De ahhoz, hogy ez a pálya töretlen legyen, sőt az egész magyar gazdaság folyamatos növekedő pályán legyen, nyilván a kormányzati gazdaságpolitika mellett kellő szakmai, kellő oktatási, kellő tudományos háttér is szükséges. Az, hogy a jelenlegi lehetőségekkel hogy állunk, jól mutatja, hogy mintegy 50 ezer új álláshely jött létre a mezőgazdaságban 5 év alatt, így 220 ezer főállású foglalkoztatótól beszéltük, és 600 ezer fő, aki megélhetést talál ebben az ágazatban, és ami tulajdonképpen egy meglepő fejlemény, munkaerőhiány alakult ki az agráriumban. Erre történelmileg is ritkán van példa, hiszen ott inkább az volt a gond, hogy az emberek nem találtak munkát. Mit lehet ilyen helyzetben tenni? Nyilván föl kell mérni azt, hogy melyek azok az állások, melyek azok a szakmák, ahol igény van további foglalkoztatásra, különösen a gépész, állatgondozó, kertész terület az, amely jelzi, hogy már nincsen ember, aki be tudna kapcsolódni akár aratás idején, akár a nagyobb munkacsúcsoknál, vagy van, ahol folyamatosan hiányt figyelhetünk meg. Folyamatban egy olyan agrárstratégiának az elfogadása, amely 2050-ig mutatja a fejlődési irányokat, és foglalkoztatás növekedéssel is számolunk. Tehát, hogyha a mezőgazdaság a magasabb feldolgozottsági szint irányába, hogyha export offenzívánkat tudjuk tartani, akkor még több emberre lesz szükség, tehát ez újabb kihívásokat jelent. Stagnáló vagy csökkenő lakosság mellett. Egyrészt számítunk arra, hogy akik elhagyták a pályát, visszajönnek, számítunk arra, hogy az agrár szakképzés az egy kívánatos pályaválasztási irányt jelenthet, de arra is számítunk, hogy inaktív start munkaterületén, vagy szociális segélyből élők vonatkozásában is lesznek, akik amellett döntenek, hogy akár a felnőtt képzést, akár közvetlenül a gyakorlatot megszerezve tudjanak bekapcsolódni a termelésbe. Mit tettünk az FM részéről az elmúlt időszakban ezeken a területeken? Az egyik alapvető koncepció volt, hogy jöjjön létre egy egységes agrárszakképzési rendszer. Iskolákat vettünk át a már meglévők mellé önkormányzatoktól, és így már elmondhatjuk, hogy Magyarországon körülbelül az agrárképzésnek a 80%-a van az FM irányítás alatt. Vannak olyan intézmények, amelyek vagy más tárcához tartoznak, részben van náluk képzés, illetve vannak olyan alapítványi egyházi fenntartású iskolák is. A kormány elfogadta előterjesztésemre a Tessedik Sámuel agrárszakképzési koncepciót, amely összefoglalja a fejlődési lehetőséget az agrár és az élelmiszergazdaság területén. Ez még nem érinti a teljes agrobizniszt, a törzsterületeket érinti elsősorban, hiszen jól tudjuk, hogy a mezőgazdaság alapanyagot termel, emellett az élelmiszeripar elsődleges feldolgozó funkciót tölt be, de vannak olyan kapcsolódó területek is, itt már az ipar, az építőipar, a feldolgozóipar, papíripar, faipar,
gépipar, a szállítás, amely a mezőgazdaság részére szolgáltat, gépipar, mezőgépgyártás, és amelyekkel összhangban kell dolgoznunk, nem csak a gazdaságpolitikában, hanem nyilvánvaló, hogy a képzésben is. Ezek ágazati sajátosságok, mert a mezőgazdaság önmagában nem elszigetelt, sőt a többi szféra sem, hanem egymást segít, egymást tudja lendületben tartani akkor, amikor az ország egy gazdasági növekedési pályán mozog. Nagyon fontos az, hogy a duális képzés megerősítését tűzzük ki célul, tangazdaságok kialakítását és zajlik egy intézményfejlesztési rekonstrukciós program is. Az országos képzési jegyzéknek a felülvizsgálata megtörtént, az a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a közreműködésével, itt a szakképesítések felülvizsgálata a vidékfejlesztési program elvárásaira is figyelemmel zajlott. A vidékfejlesztési programban vannak azok a fejlesztési források, amelyek adott területeknek a piaci térhódítását teszik lehetővé, illetve stabilizálják az egyes ágazatokat. Itt az állattartó telep felújítástól, rekonstrukcióktól, az élelmiszeripari feldolgozásokig a legkülönbözőbb területekre kerülnek Európai Uniós és kormányzati befektetési pénzek. Szakmai szervezetekkel is együttműködünk, a nagyon gazdag körből talán én a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetségét, a MECFOSZ-t emelném ki, akikkel a gépészképzésben dolgozunk. A Vágóolaj és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Magyar Díszkertészek Szövetség és a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa, amelyel szintén részletekbe menő együttműködésünk zajlik. A tartalmi és szerkezeti módosításokat követően 15 szakképzéssel bővült egyébként a mezőgazdasági képzések száma, és oktatásuk már a 2016-17-es tanévtől elkezdődött. Ez azért is fontos, mert így tudunk alkalmazkodni a megváltozott mezőgazdasági élelmiszeripar egyáltalán piaci körülményekhez. És az egyik legjelentősebb új szakképesítés a kistermelő élelmiszer előállító falusi vendéglátó. Ez illeszkedik a termőföldtől az asztalig, tehát hogy a termelő közvetlenül dolgozzon fel, értékesítsen, akár a vendéglátás is legyen a kezében, ne vigyék el tőle azt, de ez megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. Tehát amit mondtam, hogy alkalmazkodnunk kell, ez egy elméleti kifejezés, de a gyakorlatban azt jelenti az alkalmazkodás, hogy legyenek olyan emberek, legyenek olyan szakképzett fiatal gazdák, akik képesek arra, hogy kézműves élelmiszer, bioélelmiszert állítsanak elő, mert ezek iránt van kereslet. Ez egy új lehetőség arra, hogy a jövedelemhez jussunk. Szintén jelentős változás az élelmiszeripari szakmunkásképzésnek a három része bontása, külön tejipari szakmunkás, tartósítóipari szakmunkás és erjedés és üdőiparipari szakmunkás szakma jött tulajdonképpen létre, mert az ipar, a feldolgozók jelezték, hogy hát alig ha kell olyan élelmiszeripari szakmunkás, mondjuk egy tejüzemben, aki mindenhez ért, felesleges, inkább az adott szűkebb törethez értsen, de az alaposabban. És ott is viszonylag kicsi az átjárás, mert az is nehezen elképzelhető, hogy valaki a söriparból mondjuk átmenne a tejiparba. Hogyha egyszer valaki beáll erre a területre, akkor ott kell elsajátítania, megtanulnia a szakma fogásait. A söripar egyébként szintén egy olyan terület, ami bár úgy tűnik, hogy nagyon izmos, de a valóságban a szakember utánpótlási gondokkal küzd. Van néhány pozitív jel, ami igazolja azt, hogy a döntések azok helyesek voltak. Az egyik az, hogy 2016-17-ben a beiskolázási számok emelkedést mutatnak, miközben országosan jól tudjuk, hogy csökken a gyermeknétszám, itt 2,7%-os növekedés volt az FM intézményeiben, 8195 fő iratkozott be 16-17-ben. Tehát 15-16-hoz képest, az előző tanévhez képest 2,7%-kal tudott növekedni. Most ha megnézzük az agrárfelsőoktatás, ott meg 20% körüli csökkenés van. A felsőoktatásnál ráadásul az is vita, hogy ami képzésként oda van könyvelve, az tényleg agrár vagy élelmiszeriparinak tekinthető-e. Ez mutatja azt is, hogy a technológiai fejlődés nyilván megköveteli azt, hogy legyen felsőfokú végzettségű ember, szakember, tulajdonos, földműves, de ugyanakkor a technológiai fejlődés azt is lehetővé teszi, hogy egy csomó területen középfokú végzettséggel is lehet boldogulni. Sőt, betanított munkási kategóriákban is lehet boldogulni, mert alkalmazkodik a technológia ahhoz, hogy a világ mezőgazdaságában is egyre kevesebben dolgoznak, és magasabb
a specializáció szintje. A magyar mezőgazdaság egy kivétel, ahol a technológiai fejlődéstől függetlenül nő a foglalkoztatotti létszám. Nyilván ebben az ágazat fehéredésének is szerepe van. Ez biztató arra nézve, hogy akik az agrárképzést választják, azok el tudnak majd helyezkedni. Agrárképző intézményeinknél tangazdasági tanműhelyi épületek felújítása, GINOK pályázatból intézményrendszer fejlesztés zajlik. 1,2 milliárd forint értékben 12 intézménynél már korszerűsítési döntések voltak, és továbbiakban is pályázunk. Tehát itt egy folyamatos felújítási munkába kezdtünk, hiszen egy nagyon összetett, komoly múltra visszatekintő intézményhálózat van az ország területén gyakorlatilag egyenletesen szétszórva. Ezeknek az épületeknek a felújítása, a technikai feltételek javítása, ez ember próbáló feladat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek tehát azok a történések, amelyekről számot tudok adni. Látszik az, hogy feladat van bőven, hiszen ezeket a munkákat, amiket megkezdtünk, folytatni kell. Sőt, vannak olyanok, amelyeket már korábban is végeztek a területen dolgozók, és a jövőben is munkát adnak mindenkinek. Én azt láttam, hogy nagyon elkötelezett szakemberek, pedagógusok, szakoktatók vannak, kiváló együttműködő gazdák, feldolgozók, akiknek igazán szívügyük az, hogy mi lesz az adott szakmának, az adott ágazatnak a jövője, és most is hallottam a hozzászólásokból, a hozzászólások végénél már jelen voltam, hogy igen, van egy aggódás azért, hogy miképpen tudjuk fönntartani a termelést, a szolgáltatást, milyen jövő vár az intézményekre, illetve az intézményekből kikerülőkre, miképpen tudnak ők boldogulni, és hát nyilván ehhez napra kész, korszerű tudás szükséges. Máshogy nem találunk megélhetést itt vidéken. Az itteni vállalkozásoknak, termelőknek ez a háttér, amit a szakképzés, a szakmaiság jelent, a jövőben is mindenképpen szükséges lesz. Én ezen gondolatok jegyében gratulálok a tanácskozáshoz, és kívánok jó munkát. Azt hiszem, hogy mindenki előtt van feladat bőven. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Dr. Fazekas Sándor főmérnöki miniszter úrral beszélgettünk itt a konferencia végén, hiszen nagyon sok olyan dolog elhangzott, ami a képzést fogja érinteni. Ön a saját szakterületének a képzésének a változásáról beszélt. Sok minden történt az elmúlt években a képzésben. Mi az, amit legfontosabbnak tart ebből? A legfontosabb az, hogy el lehet helyezkedni a mezőgazdaságban, különösen a gépész szakmában, de az állattenyésztési kertészeti vonalon is, tehát érdemes az agrárképző intézményekbe jönni. Ma már a képzésnek a tartalma és az irányultsága is igazodik a munkaerőpiaci lehetőségekhez. Az a célunk, hogy minél többen végezzenek mezőgazdasági képzésben, szakképzésben, hiszen munkaerőhiány lépett fel az ágazatban, és ezt szeretnénk minél hamarabb megszüntetni, ez pedig az kell, hogy a végzettség az legyen összhangban a kereslettel. Ma már több százezer forintot keres egy felelős állatgondozó, vagy egy olyan gépész, akire egy nagy értékű mezőgazdasági technikát bíznak. Hát érdemes szerintem ezen a területen szétnézni a pályakezdő fiataloknak, illetve a szülőknek is ebbe az irányba orientálni őket. Az elmúlt években azért a szakképzést is segítették, a szakmák megszerzése is könnyebb lett, a felnőtt képzésben is. Itt az előbb elhangzott azon előadásában, hogy vannak olyan szakmák, amelyeket pontosan a munkaadók kértek, és úgy választottak szét ágazaton belül is képzést. Igen, egyik ilyen terület az élelmiszeripar, ahol ma már külön van a teipari, a tartósítóipari és a üdítő, illetve szeszesital képzés, szeszesital gyártása irányuló képzés. Itt a szakmát három része bontottuk, mert a munkaadók így kértek, hiszen alig kell olyan szakember, akinek mindegyik helyen szükség van a tudására. Ott fontosabb, hogy speciálisan ahhoz a területhez értsen, ahol dolgozik. Azt tudom, hogy előtte Kenderesen volt ezelőtt a rendezvény előtt, hiszen ott zajlott a háromnapos szakma kiváló tanulója verseny, ahol ön adta át a díjakat. Volt-e megyei siker? Kenderesi siker volt, úgyhogy eredményesen szerepelt az intézmény egy nagyon erős mezőnyben, egy igazán példaszerűen lebonyolított országos szakma kiváló tanulója rendezvény volt. Azt hiszem, ez a megye közéletében, oktatás életében is egy fontos alkalom. Akkor reméljük, hogy még sok hasonló siker lesz az egész városban, hiszen azért fontos az oktatás, és reméljük, hogy sokan választják azért képzésként a Karcagi Szakképzési Centrum iskoláit és az FM által fenntartott iskolákat is.
a gyermekeink jövője múlik azon, hogy milyen szakirányt, milyen szakmát, milyen képzést választanak. Itt Karcagon, a karcagi járás területén is, de a Közép-Tisza vidéken is helyben rendelkezésre áll szinte minden olyan szakma, amivel el lehet helyezkedni. Én biztos vagyok abban, hogy ezzel élnek a gyermekek, illetve a szülők egyaránt. Köszönjük szépen! Köszönöm! Passzív biztonsági eszközök betartásának az ellenőrzése, ennek keretében egy ellenőrzés alá esett az út, és mivel mindent rendbe találtak a kollégák, ezért egy kis ajándékkal szeretnék kedveskedni. Egy kis tollal, ami az alkalomhoz illik, egy répa és egy nyúl. A menetlevél töltésére egyébként tökéletes és balesetmentes közlekedést kívánunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket, Teleki Zoltán kapitány úrral beszélgetünk, hiszen húsvét közeledik, és ilyenkor mindig van egy rendőrségi akció. Ennek a mostaninak mi a célja? Én is köszöntöm a kedves nézőket. Egy 4 napos ellenőrzés sorozatot kezdett a karcagi rendőrkapitányság a húsvét közelettével. Az ellenőrzés célja az ittas gépjárművezetők kiszűrése, a passzív biztonsági eszközök alkalmazásának, betartatásának ellenőrzése. Természetes, hogy a húsvét közelettével sokkal többen ülnek volán mögé, olyanok is, akik hétközben nem vezetnek, vagy nem éppen olyan rutinosak, és megnő a közutakon a forgalom. A településeinken 4 napon keresztül fokozott rendőri jelenlétet fogunk biztosítani, demonstrálva ezzel is azt, hogy és fölhívva a közlekedők figyelmét arra, hogy figyeljenek egymásra, figyeljenek az utakon, hiszen megváltoztak már az időjárási viszonyok, már nem a téli időjárási viszonyok vannak, tavasz van, illetve hogy meg se kíséreljék azt, hogy miután beülnek a gépjármű volánya mögé, hogy azt megelőzően szeszes italt fogyasszanak. Nem csak ez a 4 napos ellenőrzés sorozat zajlik egyébként, hanem el szeretném mondani, hogy április 19-én 6 órától április 20-án 6 óráig egy úgynevezett speed maraton ellenőrzést is fogunk tartani, ami egyszerre egész Európában megtartásra kerülő ellenőrzés sorozat. Az összes trafipaxunk működni fog az illetékességi területen, és 24 órában fogjuk szűrni a gyorshajtókat. És még továbbra is a baleset megelőzésnél maradva mindenképpen elmondanám azt is, hogy április 20-án a rendőrség előtt Kia Mester 2 keréken és kerékpáros iskolakupa versenyt rendezünk az általános iskolás gyermekek részére, baleset megelőzési célzattal a kressz ismereteiket bővítve és a biztonságos közlekedésre nevelve őket. Azt gondolom, hogy aki jár most a postánál, látja, hogy készül a jelzőlámpás kereszteződés, ezt is meg kell majd szokni az itt lakóknak, tehát azt hiszem, hogy tényleg lesz mire odafigyelni a következő napokban. Igen, régóta várta már a város ezt az útkereszteződés jelzőlámpával történő ellátását. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan meg fogják szokni a lakosok, és sokkal-sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés abban a kereszteződésben, mint korábban. Itt mögöttünk közben befejeződött az igazoltatás, mindent rendben találtak, és egy húsvéti ajándékot is átadnak. Mi is ez, amit most kapott a sofőr? Ebben az évben nem csoki nyúllal kedveskedünk azon gépjárművezetők részére, ahol mindent rendben találnak a kollégák, hanem egy kis tollat kapnak, amin egy műanyag tollat, amin egy kis nyuszi van, és répából áll a tollacska. Reméljük azért, hogy sokan kapnak ilyet, hiszen akkor azt jelenti, hogy betartják a közlekedési szabályokat. Jó munkát kívánunk Önöknek, és minél kevesebb munkát. Köszönjük szépen, és balesetmentes közlekedést kívánok! Köszöntöm nézőnket, Kovács Sándor a KUN Szövetség elnökével beszélgettünk, hiszen az előbb ért véget a KUN Szövetség közgyűlése. Nagyon sok olyan fontos dologról beszéltek, amelyek ezt az évet meghatározzák. Melyet emelnék ki nézőinknek? Mindenképpen nagyon sok programot támogatunk, hiszen több helyszínen is, Kunszentmiklóson, május 5-én Túrkevén lesz a Redenciónak a napja. Túrkevén rendezzük meg május 5-én, Kunszentmiklóson május 6-án, minden évben megemlékezünk erről. Lesz a Kevéjuhász Fesztivál, a Karcagi Birkafőző Fesztivál, nagyon sok olyan programot támogatunk, amely a KUN Szövetséghez, a KUN-okhoz köthető. Lesz egy emléktúra Rakamazról a Nagykunságba, hiszen 300 évvel ezelőtt
települtek vissza a kunok ide a nagykunságba, tehát nagyon sok olyan program van, akár tudományos konferencia, akár könyvkiadás, amely a Kunszövetség felkarol és támogat. Idén is lesz ilyen, és hát már készülünk, mert jövőre esedékes a kunok világ találkozója, amit szeretnénk, hogyha egy nagy országos rendezvénysorozattá válna. Az egyesületben jó, megférnek egymást, mert a kiskunok, nagykunok, és azt gondolom, hogy ez egy példaértékű lehet más egyesületek számára is. Igen, nálunk nem is volt kérdés, hogy akár külön váljunk, hogy nagykun, kiskun, hiszen ebben a kunszövetségben, a vezetőségben ugyanannyian képviselik magukat a kiskunságból, nagykunságból, de azok az elszármazottak, akik is, akik már nem itt a nagykunságból, vagy nem ott a kiskunságból laknak, hanem akár a Dunántúlon, Budapestre vetette őket a sors, azok is belekapcsolódnak a munkánkba, és például Kaposvárról is nagyon sok tagunk van. Én azt gondolom, hogy nem véletlen egy országos szervezet. Az identitás, az ősök mindenképpen meghatározzák azt, hogy ki hova húz, hova tartozik, és egy kunszövetség egy ilyen gyűjtő szövetség, hogy azokat várjuk ide, és azok a tagjaink, akiknek valami oknál fogva származás, akár a településük kun identitást ad. És hát azért a kiskunságban ott vannak az inuncsok, szabad csapat tagjai itt nálunk, itt vannak a pusztai rókák, ott vannak azok a lovas egyesületek, akik viszik tovább ezeket a kun hagyományokat. Hát nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon nagy területet ölel fel a kunszövetség tagjainak és támogatottjainak száma. Vannak tudós emberek, hagyományőrzők, vannak huszárok, vannak a régebbi típusú hagyományőrzők. Én azt gondolom, hogy még most is ki tudnánk egy komoly huszárbandériumot állítani a nádor huszárokból, hiszen a nagy és a kiskunságban van annyi huszár, hogy komoly csapatot tudnánk kiállítani. Én azt gondolom, hogy nagyon sokfélék vagyunk, nagyon nagy területet fednek le, a tudósoktól, a főzőcsapatukig, a hagyományőrzőkig, a kézművesekig. Én azt gondolom, hogy ettől szép a kunszövetség, hogy megférnek egymással, és tudják segíteni, inspirálni és ösztönözni egymást. Jó munkát kívánunk akkor a szövetség minden tagjának. Köszönöm szépen, és ez a legfontosabb, hogy jó munka, jó kedvű munka, és haladunk minden évben előre. Köszönjük szépen! Mit kell tudni erről a rendszerről, amit most itt bemutattak a karcagi dohányboltnál? Ez a rendszer, amit most bemutattunk, ennek a lényegi eleme egy biztonságtechnikai füstágyú, melynek a létjogosultsága onnan jött, hogy vannak olyan elszánt betörők, akiket még a falbontás sem tántorít vissza. Az nem is érdekli, hogy szól a sziréna, mert tudja, hogy úgy sérül oda senki. A járőrszolgálatok legjobbja is 5 perc legalább kell, míg kiír. Úgyhogy a cél az, hogy a tulajdonosnak a kezébe egy olyan eszközt adjunk, ami legalább hátráltatja, vagy jó esetben el is tántorítja a betörőt a további ténykedésétől. Ez a füst, amit ez a füstgép termel, ez a színházakból és a diszkokból jól ismert minőségű füst. Ez egy glikolos vizes folyadék, amit egy nagy nyomású szivattyú átnyom egy forró közegen, és ebből lesz ez a száraz füst, ami 10-15 másodperc alatt egy ilyen kis üzlethelyiséget teljes mértékben beborít, és hát ez lehetetlenné teszi, hogy bármit elvigyen ebben a közegben. Pláne megspékeljük még egy kis beltéri hangjelzővel, hogy még az érzékszervére még egy kicsit hassunk. Van-e már ilyen berendezés valahol, működik-e már ilyen a gyakorlatban? Az én általam ismert cég, egy céget ismerek, aki ilyet vitt, ők 40-50 darabos mennyiséget vittek, főleg Pest és környékén telepítettek ilyet. Egy esetről tudunk is, ahol meg kiúsított egy betörést, videófelvétel is van rajta, a szerencsétlen betörő annyi tudott csak csinálni, hogy a kezében lévő feszítővassal elkezdte ütni a egyébként vandál biztos egységet, tehát nem sok mindent ért el vele. Köszönjük szépen. Nincs mit, köszönöm. Köszöntöm nézőinket, a karcagi hírmondó új helyre költözött, hogy hova is költöztek, arról Balog Andrea főszerkesztővel beszélgetünk. Nagyon szép lett az irodájuk, de hogy is lehet önöket megközelíteni?
Köszönöm szépen a kérdést, én is szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket. Igen, valóban átköltöztünk egy új irodába. Ugye eddig a Kertész József utca 2 szám alatt voltunk megtalálhatóak a nagy szürke kapuban. Most onnan március 20-án költöztünk át az új helyünkre. Itt már egy megújult, felújított épületben várjuk a kedves ügyfeleinket, hirdetőinket. Egészen pontosan a város szívében vagyunk megtalálhatóak, az önkormányzattól nem messze, egészen pontosan a Nimród Biohotel mögött, a régi munkásőr laktanyában, sokan így ismerik ezt a kétszintes épületet, ez egy sárgára festett épület, barna kerítéssel, és annyit kell tudni a lakosságnak, hogy nem a Nimród felől vagyunk megközelíthetőek, bár van rajta egy kapu a kerítésen, de nem ott tudnak bejönni, hanem vagy körbe jönnek itt a régi profi mellett, és az első kapun van a főbejárat, vagy pedig a Bikásház felüli szervízúton tudnak bennünket megközelíteni. A nyitvatartásunk az változatlan, tehát az eddigi megszokott nyitvatartással és hirdetési árainkkal várjuk a kedves hirdetőinket. Ilyenkor azt kívánom, hogy ebben a környezetben akkor mindenki jól érezze magát, és jó cikkek szülessenek a lakosok és az olvasók megelégedésére, és akkor még egyszer gratulálunk ez a szép irodához. Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit várunk szeretettel. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai átadó ünnepségünkön. Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat. Szeretnénk, azért hívtunk meg ma mindenkit, mert szeretnénk bemutatni az új irodánkat. Először azzal szeretnénk kezdeni, hogy bemutatnám a kollégáimat, akit még esetleg nem ismerik őket. Úgy kezdeném, hogy Andika van velem a legrégebb óta, ő Miklósi Bodnár Andrea, ő látja el az adminisztrációs feladatokat, neki ez a munkaterülete, tehát most ugye ide van terítve, de itt vesszük fel a hirdetéseket. Kapás Mónika, ő újságíró kolléganő, tavaly július 1-je óta van velünk, és Erdei Orsoly a kolléganőnk, ő is újságírói státuszban van, és ő is tavaly július 1-je óta van velünk. Jó kis csapat vagyunk, és nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak, polgármester úrnak, alpolgármester úrnak és a képviselőtestületnek, hogy támogatnak bennünket, és hogy megkaphattuk ezt a nagyon szép irodát, és felújították számunkra, és ígérjük, hogy továbbra is a város érdekében fogunk dolgozni. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és végre eljött el a csodálatos nap, amikor átkaphatjuk ezt a iroda rendszert, mert nem is csak iroda, hanem iroda rendszer, hiszen több helyiségből is áll, és valóban méltó helyre került a Karcagi Hírmondó szerkesztőséget. Tudjuk, hogy milyen körülmények között dolgoztak hosszú éveken keresztül, abszolút alkalmatlan volt már, a hely sem volt megfelelő, nehezen lehetett megközelíteni, és végre eljutott a város egy olyan lehetőséghez, amikor a volt munkásőr bázis egy részét átadhatja a Karcagi Hírmondó munkatársainak. Nem csak ez a rész lesz felújítva, hanem a munkásőr bázis egyéb más területe is, de azt egy másik intézmény fogja megkapni. Úgy gondolom, hogy ez a mai átadó ünnepség is belekerül majd a Karcagi Hírmondó lapjába, bizonyára kapunk erről tudósítást, úgy legyen. Remélhetőleg a hölgyek, ahogy eddig is kiválóan végezték a munkájukat, úgy ezután is, sőt még nagyobb kedvel, lelkesedéssel teszik ezt, hiszen olyan környezetben tudják a munkájukat végezni, ami valóban méltó egy helyi lap szerkesztőségéhez. Sok sikert kívánok a munkájukhoz, és érezzék jól magukat, lakják be minél hamarabb. Én akkor láttam ezt a irodarendszert, amikor még nem volt berendezés, de a gondos női kezek ezt teljesen otthonossá varázsolták. Nem is úgy néz ki, mint egy munkahely, hanem mint egy kis otthon, és ez így is van rendjén, hiszen a fél évekünket itt töltik a munkahelyen, úgyhogy nem mindegy, hogy milyen körülmények között teszik ezt meg. Örülünk, hogy segíthettünk, és még egyszer sok sikert kívánva a munkát is kívánok. Köszönöm.
Kedves nézőink, április 26-án 18 órától egy színházi előadásra várják az érdeklődőket a Dériné Kulturális Központba, a Karcagi Zsidó Hitközség és a Kulturális Központ szervezésében. A témával kapcsolatban Háttér című magazin műsorunk mai vendége Csillag Barnabás, a Karcagi Zsidó Hitközség elnöke. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Csillag Barnabás, a Karcagi Zsidó Hitközség elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm én is a nézőket. Azért hívtuk ma egy stúdióbeszélgetésre, mert már megjelent egy meghívó a köztudatban. Áprilisban egy rendezvényre készülnek a Dériné Kulturális Központban. Egészen pontosan mikor lesz ez a rendezvény és mi is lesz ez? A rendezvény április 26-án este 6 órakor lesz a Dériné Kulturális Központban. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából egy színházi előadásra készülünk. Ugye ennek a színházi előadásnak van egy apropója, mit lehet tudnunk erről az apropóról? Hát, hogy így mondjam, sajnos egy szomorú apropója van ennek az előadásnak. Az országgyűlés 2000-ben úgy döntött, hogy a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja minden évben április 16-án legyen. Most az idén ezzel kapcsolatban április 26-án lesz rendezvényünk. Itt egy színházi előadást hoztunk el Karcagra, és szeretnénk ezzel hozzájárulni a Karcagváros kulturális fejlődéséhez. Miről is szól egészen pontosan ez a színdarab, és hogyan kerültek kapcsolatba ezzel a színházzal? A színdarab Herczl Tivadar életét dolgozza fel. Herczl Tivadar Budapesten született, és az Izrael állam megálmodója volt. Ő neki az élete erről szólt, hogy hogy tudja megteremteni Izrael államot. A Spinoza Színház feldolgozta az ő életművét, és ebből született ez a darab, a címe is Herczl. Hogyan lehet erre az előadásra belépőhöz jutni, jegyet vásárolni kell le esetleg, vagy ez ingyenes ez az előadás, mit lehet erről tudnunk? Az előadás ingyenes, mindenkit szeretettel várunk. Az előadásra a Dériné Kulturális Központ emeleti irodájába lehet jegyet váltani, de még egyszer mondom, tehát az előadás ingyenes, a jegyváltás regisztráció szolgál, és a helyek még korlátozott számban vannak, de még várjuk minden kedves érdeklődőt. Tavaly is ugye megemlékeztek a holokauszt magyarországi áldozatának emléknapjáról, akkor egy filmvetítéssel annak milyen sikere volt itt a városban? Igen, hatalmas sikere volt, mondhatom. Két teltházas előadás volt, a Saul fia című Oscar-díjas filmet hoztuk el a városba, és erre felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy idén is kultúrával szeretnénk erre az áldozatok emléknapján megemlékezni, és hát így került képbe a Spinoza Színház, és így került képbe a Herczl Tivadarról szóló darab. Ez nekünk egy elhatározásunk volt a vezetőség, a Karcagi Hitközség vezetőségénél, hogy a kultúrával és tanítással, tanulással fordulunk a város lakossága felé, ismerjenek minket, ismerjék meg a kultúránkat, és egyszerűen jöjjenek és lássanak, és tehát mindenkit szeretettel várunk. Ha már a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjáról beszélgetünk, akkor mit lehet arról tudnunk, hogy Karcag városát hogyan érintette mindez? Hát Karcag városát nagyon is érintette a holokauszt. Több mint 770 karcagi zsidó élt a holokauszt előtt ebbe a városba, és ebből több mint 440-en haltak mártírhalált a holokauszt során. A nevüket a zsinagógába lévő márvány emlékfal őrzi, és a temetőben is található egy emlékoszlop az áldozatokról. Hát, tehát mondhatom, hogy igencsak érintette. A holokauszt után sokan visszatértek Karcagra, sokan próbáltak új életet kezdeni, és újra gyarapodott a város a lakossággal, de aztán folyamatosan utána kivándoroltak külföldi országokba, és hát a természetes halálozás is ugye természetesen érintette a közösséget.
A meghívón szerepel egy könyv, mi erről már érintőlegesen beszélgettünk egy korábbi interjúnk során. Mit lehet erről a könyvről tudnunk, hogyan született meg ez a könyv, aki esetleg nem látta a régebbi interjúnkat, mondjuk el nekik? Igen, köszönöm a kérdést. Ez a könyv, ez hosszú utat járt be a születésétől, ez több éves munka eredménye, és a Karcagi Zsidó Hitközség kiadásába és gondozásába jelent meg. A könyv címe Karcagon zsidóként megszólal a háború utáni nemzedék. A könyv születésébe több ember is bábáskodott, Elek Ágnes vállalta a szerkesztést, és dr. Molnár Sándor alelnök úr és dr. Herskó Gyula közreműködésével, jó magam közreműködésével, illetve hát édesanyám Rosinger Erzsébet közreműködésével jött létre ez a könyv a tavalyi évben. Ezt egy nagyszabású ünnepség keretében mutattuk be a Karcagi Zsinagógába. A Budapesti Fesztiválzenekar volt az ünnepségen. Szintén egy felgeteges koncertet adtak teljes teltházzal, dupla pótsorokkal, és gyakorlatilag, bocsánat, hogy így mondom, a Csilláron is lógtak. Tehát nagyon nagy sikere volt magának az előadásnak is, és magának a könyvnek is. Na most azóta a városban több mindenki érdeklődött, rengetegen megállítottak az utcán, hogy hol lehet ezt a könyvet megvásárolni, és köszönet és hála a Dériné Művelődési Központnak és Szepesi Tibor igazgató úrnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy most ez a rendezvény, ami április 26-án lesz este 6 órakor, a rendezvény előtt lehetőséget biztosítanak arra, hogy az érdeklődők betekinthetnek gyakorlatilag a könyvbe, és ott a helyszínen meg is vásárolhatják. Ez a megvásárlás, ez adományozás útján történik, kereskedelmi forgalomban ez a könyv nem kapható, és az adományokkal a Karcagi Zsinagóga rekonstrukciójához fog az adományozó hozzájárulni. Mégis miről szól ez a könyv? Elbeszélések vagy vallomások találhatók ebben meg? Milyen hangulatú ez a könyv? Hát a könyv a Karcagra visszatért családok emlékezését tartalmazza. Úgy kell elképzelni, hogy megkerestünk minden családot, aki Karcagról elszármazott, és a családból ma is élők visszaemlékezéseket, emlékeket, elbeszéléseket és színes történeteket gyűjtöttek össze, és ezeket a történeteket tartalmazza az a könyv. Ennek az a lényege, hogy a Karcagra visszatért családok, a holokauszt túléltek, az utókor, az utódok emlékeznek vissza arra, hogy milyen volt újra kezdeni, milyen volt visszatérni ebbe a városba, és tehát hogy indult az élet, hogy fogadták be őket, mit tudtak utána kezdeni az életükkel, hát milyen nehéz volt az újrakezdés, és egyben milyen gyönyörű is volt, hiszen új életek, új gyerekek, új családok teremtődtek a holokauszt után. Most hány tagja van körülbelül a Karcagi Zsidó Hitközségnek? Hát sajnos egyre fogyunk, 10 páran vagyunk, és hát picik vagyunk, szoktam volt mondani, de annál erősebbek. Említette, hogy folyamatban van a zsinagóga rekonstrukciója. Mi az, amit eddig már elvégeztek, és mi az, ami feladatok előtt még állnak? Igen, hát a zsinagóga rekonstrukciója gyakorlatilag 2 éve elkezdődött. Többször beszéltünk már a stúdióban is erről, a Karcag TV-ben. Most pillanatnyilag a lakosság a nem látványos részét látja, hogy így mondjam. A műszaki előkészítés folyt idáig, feltárási munkák folytak. A zsinagógáról azt kell tudni, hogy fokozottan védett műemlék, és még hogy Karcagon van Szolnok megye utolsó eredeti funkciójában működő ortodox zsinagógája, tehát a lakosság büszke lehet, így mondjam, az épületére, de ez egy régi épület, több mint 120 éves, és hát ráfér a felújítás. Fal nedvesedés van, a tetőszerkezetben vannak problémák, és hát, hogy őszinte legyek, sokkal nagyobb munka lett, mint amire számítottunk. Így a szakértői vizsgálatok sok mindenre fényderítettek, és az előzetes tervek, amikor elkészültek, utána a szakértői feltárás, tehát egy nagyon hosszú évekig tartó előkészítő folyamat után állunk ott pillanatnyilag, hogy elkezdődhetne a felújítás,
de sajnos az anyagi fedezet jelenleg az egész épület felújítására nem áll rendelkezésre. Ezért is nagy öröm nekünk, hogy ismét bemutathatjuk, ismét a nagy közönség elé tárhatjuk ezt a könyvet, és ezzel is próbálunk adományt gyűjteni a zsinagóga felújítására. Tudni lehet azt, hogy körülbelül, gondolom, egy költségvetést azért elkészítettek a felújításra vonatkozóan, hogy milyen nagyságrendű összegről beszélünk, amire szükségük lenne? Ha esetleg ugye nagyobb támogatásokat ajánlanának felülnöknek. Pontos összeget nem tudok mondani, mert folyamatosan derülnek ki, hogy így mondjam, problémák. Jelen pillanat közel 40 millió forintos költségvetésnél tartunk, és hát a fele gyakorlatilag még hiányzik. Nagyon sok mindenki hozzájárult magánszemélyként is adományként. A tavalyi koncert kapcsán is nagyon sokan hozzájárultak. Több mint 1,5 millió forint gyűlt össze tavaly a koncerten a zsinagógára, de hát, hogy így mondjam, nagyon sok még a fedezetlen rész, és minden adományhoz nagyon legyen akár kicsi vagy nagy, minden adományt szeretettel fogadunk. Mi az, amire még az idén készülnek, milyen rendezvényre várják majd még az érdeklődőket, milyen tervek szerepelnek az idei programban? Az idén is hagyományosan minden évben július első vasárnapján a Karcagi Mártír megemlékezés szerepel még a programnaptárunkban. Itt a zsinagógában és a temetőben is lesz ünnepség. Ez is egy nyílt, nyilvános rendezvény, mindenkit szeretettel várunk rá. És ezen kívül van még egy kulturális koncert terve a tarsolyunkban, de ez nagyba függ már az épület felújításától. Ha sikerülne elkezdeni a nyáron a felújítást, akkor ezt a koncertet el kell halasztanunk, úgyhogy erről bővebben még nem szeretnék beszélni. Tehát akkor mondjuk el még egyszer a kedves nézőknek, hogy mikor lesz egészen pontosan és hol ez a színházi előadás? A színházi előadás a Dériné Kulturális Központban lesz április 26-án 18 órakor. Jegyeket a Dériné első emeleti irodájában tudnak igényelni, a belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk, és egy meghívót és egy kis képes anyagot a www.karcagizsinagoga.hu oldalon megtalálnak a kedves nézők erről. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket, továbbra is írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk, a jövő héten visszavárjuk Önöket a képernyők elé, addig is a viszontlátásra mindenkinek!